Sziasztok! Mára egy kis GTA-s farmolásos dolgot terveztem, mert hamarosan Gáborral van egy GTA-s ötletünk, amihez kell majd pénz, elég sok pénz, és én így már elkezdem a farmolást. Nem is tudom, hogy minek hoztam ki ezt az autót, amikor más kell majd nekem. Mit akarok? Belépni Secure Serve-be. Hogyha már visszaviszem, mert más kell nekem. Így előre láthatólag szerintem egy ilyen GTS videó lesz, mármint így ilyen közös a Gáborral. Nem tudom, hogy mi mit tudnék mondani ezekről a dolgokról, mert lelőni nem szeretném, hogy mi lesz. Bár mondjuk kíváncsi leszek, hogy mennyien fogják már az elkövetkezendő pár évbe. Túl sokra nem tippelek. Meg gyorsan elmegyünk pörgetni egyet. Mert szerintem már van egy nap, hogy nem pörgettem. Elég sunyi és rohadék módon vettem rá magamat, hogy egyedül legyek a szerűen, bár gondolom ezt kb. Mindenki ismeri ezt a módszert, hogy lehet megoldani, hogy egyedül legyél. Ujjjjjj, mi volt ez a lag? Ez fájt. Szerintem úgy fogok farmolni, hogy autókat szerzek, és azokat adom el, úgymond. Persze a... nem ilyen normál autókat, bár szerintem aki játszik GTA-val, vagy nézett már GTA-t, az tudja, hogy ez hogy működik. Majd... opa, sorry. Menjél már. És most reménykedhetek, hogy nem fognak körözni. Meg ebbe tudok menni, attól függetlenül, hogy egy rohadék voltam-e vagy sem. Szurkoljatok, hogy kipörgessek valami értelmeset, ami nem ruha, XP, vagy érme, hanem, hát jó, mondjuk érme is jöhet, de pénz jöhet, vagy az autó. Más nagyon nem kell. Elnézést az ilyen nagyon kevés FPS-ek, meg ilyen... meg az ilyen laggolósnak látszódó dolognak, de... na, halló? Köszönöm. Halló? Hova mész? Na, várj, honnan kell? Ezt már párszor eljátszottam magammal, hogy nem tudom, hogy hol kell rányomni, hogy tudjam használni. Na, nézzük, hogy mit ad be. Remélem valami értelmesebbet. Hát nem autó lesz. Hát 30 ezer az 30 ezer. Ez forintban is így van, hogy 30 ezer az 30 ezer. Wow, 25k izéve is. Bár nem veszem ki, mert fölösleges, mert van annyi pénzem, hogy ne kelljen az a 25k pluszba. Plusz, ha szeretnék kecni, nem kell izélni. Nem kell kivennem kaszinó pénzt, hogy mi ez. Remélem, jól halljátok a játékot, meg minden. Valami, ja, el akartam tenni a pénzt. Mondjuk, nem tudom, mitől féltem. Túl sokat nem vesztek. Ha meg is halok. Ami elég valószínű nálam. Akkor menjünk az irodába az első fuvarért. Majd onnan jelentkezem. Na, felvett
vettük az első izét. Nem tudom, hogy mióta nem vettem, mert véletlenül leállítottam. Nem, hát mindegy, majd visszanézem, mert túl sokra nem maradtatok, csak fölvettem egy munkát, toprén is lett az autó, és el kell menni érte. Nem tudom, hogy ez benne volt-e, de most már benne van, hogyha elmondtam. Még egész közelre is kell menni. What? Miért van olyan érzésem, ha bemegyek oda, akkor instant lőnek rám? Nem tudom, melyikkel menjek. Hát elnézést, rendőrbácsik. Még ha lőni tudnék amúgy, annak is örülnék. Oké, az autót annyira nem törtem szét, remélem. Felhívjuk Lestert. Remélem fel lehet hívni Lestert. Ajaj. Remélem nem tudok segítséget kérni. Ez az. Köszönöm. Most segítettél is, drága barátom. Lester. Halló. Na, ez egy easy autórablás volt, úgymond. Ezt még nem is láttam. Mármint... ezzel a fajtával még nem is találkoztam, hogy így rendőrök egy halottat izéltek, mert olyan, már találkoztam, ahol a rendőrök félreállították a sportautó tulajdonosát, és ez volt az egyetlen ilyen rendőrös dolog. Annyira rossz, hogy szeretnék figyelni az autóra is, hogy ne terjem eszem, meg szeretném is mondani a dolgokat, amik így eszembe jutnak, de nehéz egyszerre kikapni mind a két dolgot. Ezt is ilyen egy órásra tervezem, kb. Úgy mindent. Halló, köszönöm. Jó, hogy betöltött a textúra. Szóval egy-egy órán keresztül nézhetitek, ahogy farmolok így mindent is. Bár mondjuk inkább csak a... Oh. Hát ez a kínos pillanata, amikor várni kell arra, hogy... ja, meg a... hát most jut eszembe, hogy akkor nem is lehet mindegyiknél így egyfolytában csinálni, mert várni kell egy pár percet. Nem tudom, hogy ezt kivágjam-e, vagy addig csinálok meg közben egy másik feladatot is, mert szerintem... Kipróbálom a következőnél, hogy mi van, hogyha megcsinálok addig egy fejvadászt, ameddig... Várom a következő kuncsaftot, hogy az autóért jelentkezzen. A top range-es. Legfelül van a top range-es. Hát akkor várunk egy kicsit, addig szerintem ezt ki is vágunk el ezt az egy percet, hogy ne kelljen itt ezeket a hülyeségeket nézni. Na. Itt is a drága autó. Itt jobb a top range-re menni, mert az jóval többet ér, meg jóval megérősebb, hogyha az utolsót választjátok, hogy pimpeltek rajta a 20 000-ért, de úgy már 100 000-et fogtok érte kapni. Ilyenkor mindig rádobok valami hülyeséget, hogy gyorsan legyen meg, és általában néha egész jól is kisül, és azt van, hogy használom is a saját autóimon. Mi a különbsége? Nekem ne látszódjon ki. Mit tudom én, leszarom, jó ez egy kerék, legyen rajta egy offroad, vagy mi ez? Offroad, ez
Amúgy esküszöm, jó. Jó lenne ez az off. Várjál, mert azért számít, hogy mennyire tapadok. És ez nem nagyon fog tapadni szerintem. Na se baj, majd meglátjuk, hogy mennyire. Eddig nem volt különbség a tapadása közt, és hogy nem tapadna. Ez az autó kb. Ugyanennyire tapad minden kerékkel, úgy néz ki. Na és most kéne rá nagyon... De ott egy kék szultán már is, és figyeljetek meg, szétlőnek, meg belém is jönnek majd a civilek. De szerintem ez direkt van így, hogy szívassák az embert, hogy... Tehát például ez is most mit csinált? Miért átkeresztve az úton? Ilyenkor a hideg rász, hogy most merre menjek, mikor fékezek, hogy menjek. Ezektől halálfélelmem... Ne laggolj! Ezektől halálfélelmem van. Na ez... Talán a mai napon ezt... csinál meg a legkisebb kárral. Mert mi minimum 4000-et kellett pluszba fizetni, mert annyira törték az autót, meg törtem, de inkább törték. Jaj ne, talán még se úszom meg ennyivel. Igen, nem úszom meg ennyivel. Na, talán még 99000-et megkapom. Talán még ezt megkapom, ha nem megyek neki valaminek úgy, hogy rázabb legyen. Nagyon bátran megyek, és fogadjunk, hogy ez lesz a végem, hogy ennyire bátran megyek. Oké. Hát, nézd, a mai nap legjobb fuvara számomra, ami nem lett széttörve. Ennek mondjuk örülök. És akkor most elmegyünk és felveszünk még egyet. Ezt mondjuk, hogy leszállítjuk az autót és... hova megyek? És megpróbálom... a fejvadász küldetést... megcsinálni. Bár szerintem felveszem azt is, hogy legyen egy kis... érdekesség benne, hogy nem csak autókat lopok és vissza, hú, de utána ezeket a telefonhívásokat. Én már le is némítottam a telefont inkább, már annyira zavart. Kár, hogy nem lehet kinyomni az értesítéseket, meg ezeket, meg hú, de fel tud idegesíteni ez a rengeteg telefon hívás, meg üzenet, meg csomószor pont emiatt haltam meg, mert pont hívtak, és akkor már nem tudtam mit csinálni, nem tudtam időben lerakni, pedig én már egész gyorsan lehetem rakni, mert már kifejeztettem egy technikát, amit nem fejeztettem ki, hanem benne a játékban, hogy egyből felveszem és leteszem bal klikkel és jobb klikkel, de még el se segített, mert gondolom túl sokáig hagytam, hogy felvegye, és már elkezdődött az a animáció, hogy beszélnek, és onnantól meg gondolom időbe telik, hogy felfogja a játék, hogy volt egy ilyen, hogy leszeretném tenni. Na se baj. Remélem a következő is egy top range-es autó lesz, mivel hogyha nem, szerintem azt kivágom, mert csak a top range-es autókkal szeretnék foglalkozni, ezért sem adtam el a garázsomba a többi TRS autót, vagy hogy mondjuk. Ezek még mindig itt fekszenek, nem tudom, hogy az benne volt a videóban, hogy ezekről beszéltem, de ezek valamiért itt fekszenek azóta is. Pedig én semmit nem csináltam velük. De lehet, hogy bevágoltak. I guess. Na nézzük, hogy most milyen autót dob számunkra. Ezeket a nagyon hosszú animációkat annyira nem szerettem. Tudok venni kaját, vagy tele vagyok? Tele vagyok, jól van. Értettem, hölgyem.
nézzük, hogy mi lesz. A láda szállításos, meg láda lopós dologgal, tehát a... Apa! Tehát a special cargo-val nem szeretnék foglalkozni, mert az nagyon nem megérős. Ez a legmegérősebb ebből a izéből. Ó, oh, top range megint. Örülök ennek. Mert az azt jelenti, hogy money, money, money. Köszönöm. Pedig nem is vagyok kiöltözve. Na, hova megyünk? Oké, nem érdekel. Ez annyira egy OP jármű, hogy utálom már lassan. Na jó, nem, mert azért hasznos, de nagyon könnyen eljutok bárhova, nem tudnak lelőni. Na jó, hát nem is játszom annyira online, de mármint úgy olyan, hogy random emberekkel. És majd benézzük a izéből is a bunkeromban, mert nem emlékszem, hogy mikor tettem be oda pénzt, vagy mi az? Mikor kértem fuvart? Hát melyik autók, hát valamelyik itt oldalt gondolom. Akkor így megsorozok egy picit. Az ott engem. Apá! Jó, gyorsan kiszedtek, az se baj. Megesik, hogy bénászik az ember. Meg nem figyel. Gyere elő! Ujjjj, mindjárt meghalok. Ezek miért ennyire pontosak? Isnek. Body armor, én használom a heavy-t. Hol van még? Ott. Ajaj, nem. Már majdnem lőttem a grenzletűvel, és azt mondjuk, hogy nem kéne, mert az Otto megbánja. Oké, még egy. Nice. Annyira csóró vagyok, hogy még mi az ő pénzüket is felszedem. Ujjjj! Ujjjj! Ne 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 ne. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Hát egy picit belelőttek, belelőttem. De mindegy. Attól lesz ebb a jármű, hogyha van egy kis harci sérülése. Jaj, utálom, de utálom. Mármint nem az autó, hanem az ilyen benne ülő. Na, ezek is mit csinálnak? Szerintem tényleg ugyanabb programozva, ha lőnek, szabotáljanak téged. Ez is minek fordul vissza? Miért nem megy tovább? Azt hittem szolidabb akkor is. Ezt megúsztam. Menjél, 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 menjél. Köszönöm. Engedj. Menjél. Megyek. Oké, remélhetőleg több nem spawnol be elé, mert még mögöttem volt a fél pillanat, tal ezelőtt. És remélem hagynak. Mondom, ez is... Hú, gyomtam ezeket. Két sávot átjött, hogy belém jöjjön. Ezek direkt ugyanforma. Hát... Elrontottam a számolást, és... Még spamlott belém egyet-kettőt. Lehet túl gyorsan jöttem, és még távolabb kerültek el tőlem, és... Akkor már leszpamlott másikokat elém. Na, 3000-es repair dolog. Na és akkor most csinálunk egy izét. Egy fejvadász küldetést, ahhoz pedig lehívom a
Ez miért ilyen bugos ilyenkor? Nem értem. Az pedig megívom a kurumát. Nekem az tűnt a legjobbnak ilyen alkalmakra. Mechanik kell nekem. I'm on the clock. What you want? Köszönöm. Wheels? Kuruma. I'll bring it to you. Hagyjál. Na, hol fog lesz van? Ott. Ja, nem, az nem az. Hú, narancsárga. De nem is ellen. Emlékeztem, hogy milyen színűre festettem, mert arra emlékszem, hogy utoljára izé volt, ilyen megyvörös. Na nézzük, hogy itt van egy, a közelben ezt ebben reménykedtem, hogy ez itt lesz, mert ez jó helyen van nekem most. Már a múltkor jobb helyeket kaptam. Szia! Tényleg én is túlélnék ennyi fejbelövés, már nem azért. Hol van? Jaj, a kurva. Annyiból rossz, hogy nem lehet kilátni. Nézzük, hogy ezek most hol vannak. Az ott mozog. Hú, ez nagyon messze van, akkor ez, hát mondjuk jöjjünk ide, mert úgy számolom, hogyha arra megy, vagy visszafordul, mert más már nem tudott menni, ha jól figyeltem az utat. Hát lehet, nem is kellett volna a térképehez, mert itt van egy köpésre. Na jó, nem tudok ilyen nagyot köpni, de úgy is nézhetjük, hogy egy köpésre van. Oké, vezetés az. Igen. Hát ilyen az, ha nem tud célozni az ember. De jó lenne, ha bármilyen autót föl lehetne így szerelni ilyen páncélzattal, hogy így az üveget körbe, mert akkor annak tudnék örülni. Oké. Okay. Jó. Ügyes. Nézzük a következőt, ami pedig, kérem szépen, tegyük fel, hogy ide jön. Mert hogyha nem, akkor a másik irányba megy, és attól még meg tudom kergetni ugyanúgy. Hújjúj. Picit nagy a kanyarodási szög ennek az autónak. Meg könnyen kicsúszik. Hát igen, a másik irányba ment, na se baj. Én is csak arra menni. Nehezen múljon a sikerem. Oké. Okay. A másik pedig az fent volt jó messze a... Mit tudom én hol. Arra a rembag kellett volna, ez pedig bespawnolt elém. De mindegy. Majd visszafelé... hogy nem. De lehívom a visszafelé jövő úton. Mert azt más menüből kell lehívni. Így talán lehetem hívni emelni, és nem fog bezavarni, hogy ez is meg az is itt van, leszpammolva. Mondjuk itt lefordulok. Ez pedig fullosan van fölpimpelve, de az eléggé gyenguszka volt a fék. Talán egy picit még várok vele, hogy... Tehát minél kevesebb idő van hátra, annál több pénzt kapok valamiért. Lehet egy picit szórakozom itt velük bent. Hát nem szórakozunk. Csinálni kell a dolgot. Úgy vagy.
Ja, elnézést. Ja. Azt hogy körbelőttem, láttad? Picit szar az egerem már. Nehéz vele célozni. Oké, ti itt vagytok, de... Na, köszönöm. 22k. Egynek elmegy. De azért... Jobb lett volna talán egy picit több. Jaj, na, hát akkor menjünk vissza az autógaráshoz, és... pimpeljük fel az autót, és vigyük el a kuncsapnak. Köszönöm a parkolást. Persze, játsz meg a halálodat, de mártír. Na. Pimpeljük szét az autót. Na most meg betöltötte az egész műhelyet. Nem értem, hogy mi volt az előző két dolog. Lehet, hogy plusz egy autót kell betölteni, és így újra kezdve betölt. Nem tudom. Érdekes minden esetre. Hoztam egyáltalán autót? Ah, itt van. Jó, igen, hoztam. Már megint. De most mire várjak? Még mindig várjak? Ah, nem áll. De ez hogy működik akkor? Na, se baj. Hát akkor... Vagy 4 perc múlva jövök. Na. Megvan már. Ja, elfelejtettem betenni a izébe. Oké. Nekem megéri ezt a 20 000-et. Kapjak 80k-t. Legyen ilyen. Jó van, ez nem érdekel. Jól van, ez jó lesz ennek. Pia legyen Lowrider. Ez menő. Ilyen kerék már volt a izében, a kurumámon is. Azért menő néz ki. De ne kell válni azért, hogy nem rossz. Jó, ez a... Hát... Most már jó. Ez van. Jó, ez nagyon megy. Ez nagyon megy. Ebből nagyon nagy balesetek lesznek. Oké. Okay. Annyira megy, hogy nem is volt idők rám lőni, amikor beszpannoltak. Mi ez? Mi ez? Mi ez a sob... Új. Új. Gusztustán aj. Ez még jobb futás lesz, mint az előző, ha nem spawnol le több, ugye. Bár akkor még jobb is lehet, mint az előző, mert ott 99.100 valamennyi dollárom volt, amennyit meg is kaptam. Itt már most talán 876. Remélem nem spawnol le több, mert akkor én besírok. De már közel van, te szerintem nem fog, tehát... Szerintem ez az eddigi legjobb futásom a mai nap. Mondjuk nem sokra megyek 100 plusz dollárokkal, de... A sok kicsi sokra megy. Épségbe ide hoztam. Csak 2 golyót kapott be szerintem valahol. Legalább kapott egy menüfelnit is. Na, nice. Nem tudom, hogy kiszorszoljak még egy autót. Vagy kifa... Nem tudom, hogy szerezek-e még egy autót, vagy most... hova kéne...
Lehívom. Lehívom a opresszort, elmegyek közébe, kifarmak még egy autót, és azután már csak még egy fejvadász küldetés, szóval... ja. Ott találkozunk. Kíváncsi vagyok, hogy a hullák mindig ott vannak-e. Mi? Mi van itt? Mi ez itt? What? Én már teljesen nem értem ezt, hogy ez most mi. Na mindegy. Hát, nem érdekes. Elefér egy ilyen kis dolog. Biztos már rá logikus magyarázat, de én nem tudok rájönni, hogy mi. Annyira nem is érdekes, mert semmit nem folyásol be a játékomban. Na nézzük, hogy egy top range vagy egy mid range. Bár csak meg tudnám, mi a jelszavam. Na. Még nem is mid range. De nem is tudom, hogy ezt meg is kockáztassam, mert hogy... Vagy följön videóra ezt, mert... Ezzel úgyse fogok semmit kezdeni. Talán oda repülök, megmutatom az autót és visszaviszem, mert valószínűleg ugyanaz lesz a dolog, hogy megyek és lőnek és ja. Szóval ott jelentkezem. Egy ilyen standard range-ért ennyire kockáztassa meg az életemet. Hát figyelj, ez egy plusz dolog, tehát azt még meg is csinálom így videóban, mert ilyen valószínűleg nem sűrűn lesz így, hogyha ilyet csinálok. Így akkor már nem. Ah, van még egy guard. Ah, ott. Nincs ott kapja. Valami gardnál kell, hogy legyen aki. Hát ide felsősen jöttem le. Fölöslegesen jöttem le. Fú, meg kellene tanulnom artikulálni, mert minden videó így érthetetlen lesz. Érthetetlen lesz. Mondom. Felelkozom, hogy ők még nem jöttek le, hogy még ő... Vagy már ennyi gard lett szedve. Meg nem látnak, meg nem is gyanakodnak. Persze, hogy az utolsónál van, mert melyik másiknál lenne. Hát én ezt a küldetést azért egyen top range autóhoz tettem volna be. Hol az autó? Itt a garázsba? Igen, itt lesz. Hát... Még nem is olyan hűha autó. Hát akkor majd Matya jelentkezem, ahogy beviszem a garázsba.
De azért ezt is keretik, sőt még helikopterrel is, érted? A top-range autókat csak autóval, de a standard range-eket pedig mindennel is, amiket nehezebb kikerülni. Ez annyira logikátlan a Rockstar szempontjából, vagyis így a játékosok szempontjából a Rockstar logikája. Hú, ez jó volt, ezt de kivezettem rendesen. Legalább ezeknek az iziknek jó a zenéjük, szerintem. Mármint én például ezt a zenét is eléggé szeretem. Mármint ez, láttad? Ez balra kanyarodott volna. Jobbad a sávból. Fúj! Gusztustalan ez az AI. Esik. Már kb. Rongyosra törtem, meglőtték, de még $1000-nál sincs a javítási költség. Na. Done. Oké, megyünk is ki. Vagy várj. Elvittem. Ja, elvitte az autót. Hát akkor megyünk is ki, ami. Ami pedig azt jelenti, hogy jöhet a kurum, mondj már. Menjünk most helikopterrel. Vagy azért, mondjuk az a meg ne. Tudod mit? Van egy jó kis helikopterem, amit nem minden kérünk ki. Hanem én minden kérünk ki. Te vics kell nekünk, az a top számomra, az a leg OP-bb helikopter, de legalábbis az a közül, ami nekem van. Be kell menni érte. Jaj, de utam az esőt. Sorry, direkt volt. Meg remélem annyira hamar nem fogják kilőni, mert az fájna. Nem merek sietni. Na, bounty van a fejemen. $5000. Figyelj. Valaki jól fog járni. Ha tippelem kéne, majd Gábor fogja lehúzni. Ezt a Gang Warzone-et kitisztítsuk. Hát, egy fene, legyen benne egy kis dolog. Nem tudom, hogy... Ah, igen, jó van. Oké. Okay. Ott haltál. Oké. Okay. Láttam valakit. Vagy a szemem káprázott? Majd lehetne survivorozni is. Azt is szeretem. És az is egy egész jó ember, mondjuk annyi borosz, hogy túl sokat nem ad, de viszont izgalmasabb, mint ez a menjen az autóért, hogy visz az autót. Felesz az autót, ad az autót. Már mondjuk ez is bár mondjuk ez olyan szempontból jobb, hogy folyton mozogsz a Survivor-nél, meg én általában csak bekempelek egy bizonyos pozícióra, és onnan gyilkolok, ameddig tudok. Ó, hát ott még élt valaki. Az fönt van. Az ott van, fönt kell, hogy legyen. Még mennyi van? Megnézzük, hogy rálátunk-e. Ó, oh, és rá. Nice. Azért kajolok egyet. Nehogy... Ah. Menj a falhoz.
Ah, kit érdekel. Nice. És én csak egy helikopterért jöttem. De hogyha már ez benne van, akkor miért ne? Semmit nem vesztek. Hol van? Ez itt fog kijönni. Na már csak három van. Egyet látok. Gyere már fel. Hopp, ajaj. Oké, leszorom. Az a South Parkban a karaktered neve. Mert mint a South Park játékban a karaktered neve. Nem veszem el tőle a dicsőséget. És a... mindent. Majd Bogdan heistozni is kéne megfarmolni. Azt a Bogdan heistot, mert remélem nem megy kivéve az a bug, mert akkor easy money. Talán majd bemutatjuk videóban Gáborra. Hogyha még működik, hogyha nem, akkor szomorú. És eddig tartott az, hogy felvegyem ezt a helikoptert. Mennyi volt? 10 perc? Se baj. Na, ezért szeretem ezt a helikoptert. Picit bejövünk a városba, hogy ne a külvárosban, meg a vidéken dobja fel a butákat. Ja, várjál, rosszul nyomtam. Na, oké, arra van mind a négy. Akkor a missile-ra átváltunk. Először remélünk a mozgókra. Ez itt jobbra mellettem, ez mozgó. De hogy? Megmondod, hogy élte azt túl? Hol van? Nem is látom. Haló? Hol vagy? Ja, itt fut valahol, nem? Ah, ott fut. De aranyos. Nézzük a következő mozgót, ami szerintem az lesz ott, ha... Igen. Már rá is mehetünk. A következő kettő pedig Kemper. Belassítunk azért. Figyelni. Merre fog kijönni? Erre.
Ennyi. Ezért imádom ezt. Ajaj. Csak picit nehéz irányítani. Zajzébe van. Nem, ez itt van. Oh, ez nice. Vagy nem? Várjál már. Oh, ez nem nice. Vagy de nice. Oh, ez nice. Oh. Becsorozunk egy kicsit a rögbe, és remélem nem fogják addigra kilőni a helikoptert. Jó néz ki, hogy nem. A tippem kéne az a autógarázsban van. Így helyzetére. Aha, az ott van. Jaj, ez nem jó. Nem szeretem. Besorozunk egy picit hát, hogyha elkapom, de nem. Hát a helikoptert elkapta a fa. Ajaj, meg a ház is. Oké. Okay. Muszáj voltam. Mert szerintem mire odaérek ki. Kiszednek négyszer. De egy próbát megér. Ajaj. Na, ezért jobb a kurummal, így mindennél is. Oké. Okay. Ez páncélos, ez minek legyen. Oké, okay, nice. Picit húzhattam volna az időt is. És a baj. És akkor egy 500-asra több pénzt kaptam volna. Hát a helikopter ilyen szempontból, és meg olyan szempontból is jó, nem tudom, hogy melyiket érdemesebb. Nézzük, hogy a gyorsaságot, bár mondjuk az a gyorsaság az annyira gyors volt, hogy sem annyira. És akkor, hát, nem szereztem eddig túl sok pénzt, azért nem rossz így, kicsi a videó. Tudtam dolgokról is beszélni eddig, tehát nem is lehet rám mondani, hogy csend volt, mert minden, bár lehet, hogy unalmas azért, de nem volt csend. Ha volt is, az valószínűleg kivágtam. A helikopternek megkezdi feladni a lelkét, meg tudunk elrepülni a bunkerig. Au. Hát túl messzire nem jutottam. Na hát, nem, ez nem jó. Oppressor. Az kell ide. Remélem azért már termelődött valamennyi. Még ha nem is tudom, elszállítani, de valamennyi csak termelődött már ez a, nem tudom hány óra lett, amennyi ideje megvettem ezt. Meg csak, bármi csak akkor termelődik, ha bent vagy. Meglátjuk, hogy halad ennyi idő alatt. Nézzük, hogy mi fánterem a fegyver. Nem túl jó, de nézzünk el a research-okra azért, hogy ez már a harmadik, vagy még a második, mert egyet már kifejlesztett. Azóta nem is néztem. Bár még szerintem annyira gyorsan nem megy a research, de megnézzük, hogy ez még ugyanaz. Ugye? Hát nem veszünk még resupply-t. Hol, ja várjál, research, nem. Hol van a izé?
Ja, csak egy van. Még mindig. Hát ezt egyelőre nem fogom használni valószínűleg. Még nem is vettem meg azt a izét. Na mindegy, szerintem visszamegyek és... és... ellopom még egy autót. Ja. Megjöttünk. Hát ez... oh, sorry. Direkt volt. Hát ez... csima út volt. Annyira nem haltam meg. Még nem zuhantam le, meg nem robbantam fel. Meg nem gyulladtam ki. Meg semmi ilyesmi. Jó dolog nem történt. Kellemes fájdalom. You thought about giving me some shares, boss? Nem. Good to see you, boss. Nézzük, hogy milyen autót kapunk. Ja, jó van, jóra nyomtam. Pedig csak tovább nyomkodtam. Oh. Ez is a top range. Akkor ezt is eladjuk még ma. Arra már nincs a világ végén. Mert azért még az... oppresszor is halál elmenni érte. Nem érdekel. Ez hol van? Fél úton a világ végéhez, de nincs a világ végén. Ennél az lesz a nehezebb, hogy le is kapcsoljam az emberkét, aki benne ül. Meg ha tippelem kéne, nem fogja hívni a rendőröket, így készenlétbe kéne tartani Lestert. Itt van. Ja, hogy jobbféle van állva? Jaj, ó, hát igen. Lester bácsit hívjuk is. Még mielőtt beleszállunk. Hey, what's going on? Ez most vagy... ó. Oké, hagyjatok. My friend, okay, leave it with creepy Uncle Lester. Ez jó, hogy bekészítettem. Tehát volt az autó, az a normál range, vagy nem tudom mi, ami majdnem teljesen szét volt erről, és kb. 1000 dollárnyi kár volt, tehát ebbe kettőt belelőttek, boom, 1500 dollár. Na jó, belelőttek, hogy hármat. Ne szépítsünk ennyire. Hát, szerintem, hogy lereszmolni őket, így semmi akadály nem lesz. De azért... szerintem nem. Fú. Ezt mondjuk az én hibám lett volna, mert piros volt a lámpa. Na, vajon felszetröm az autót addig, ameddig odaérek? Egy karcolás is számít, tehát
úgy tippeld meg. Mert ha ilyen random autók így elindulnak, így valószínűleg könnyű lesz összetörni. Ez az autó szerintem eléggé egy ilyen megosztó formával rendelkezik. Bár nem mondom, hogy rossz, de azért... Hát... Nem kéne, az biztos. Bár hát talán úgy kellene, hogy akkor már el is adom. De úgy nagyon nem kellene ez az autó. Nem nyert el a szívembe a legnagyobb, meg legszebb autódíját, de azért jó ez. Na, akkor valószínűleg be is várom, hogy legyen rávevő. Akkor az lesz a videó vége. Szóval szerintem majd jövök, hogyha van vevő. Nem is kellett várni egy percet sem. Azt hittem várni kell egy ilyen... Várj, ez gyanús, hogy nem kellett. Nekem gyanús, hogy... Mindegy, nem kísértem a sorsot. Hát akkor... Pimpeljük fel. Ezt a szín nagyon gyorsan megváltoztatom, mert ez... Mondjuk modból. Ez az zöld tetszik. Megnézzük ezt, hogy... Jó, és... Mondjuk egy... Metal színnek... Egy ilyen lila. Nem rossz. Performance, oké, okay, bumper. Legyen már beszorító erő. De van, foglalkozunk, szoknya. Szoknya. Így. Spoiler. Akkor legyen egy ilyen. Jó lesz. Kérdéből pedig legyen street. Húha ez... Várj, van olyan, amilyen az én autómmal van. Mármint... IR az autómban. IRL, na. Ehhez hasonló van. Ilyesmi csak négy. Nem. Húha, nem, nincs olyan. Jó lesz, ez leszarom. Na menjünk is. Tegyük be azt a 100K-t. Vagy remélem 100K-t. Nem érdekel, kus. Ó, már jobban megy azért. Már nem panaszkodom. A padás épp, hogy megvolt. Fulltámok, fuck you. Egyelőre nincs meg a 100K. Akkor maradjunk 99K felett. Talán az meg lesz. Már mondjuk, hogy... Bár mondjuk még elég messze vagyunk, még leszpamolhat, vagy kétszer is az ellenfél. Ajaj, le is spamoltak. 99K. Na.
Ajaj. Ezt utálom, ezt utálom. Amikor bekanyarodnak elég a tartalékot. Fuck you. Ez is mit csinál? Jézusom. Ez is... mit csinál? Buta pedek ezek. Nagyon buta pedek. Ehhez hány autót vesz, azt nem tudom megérteni. Hova teszi? Na, legalább le lett szállítva. Ennyi azért számít. Na hát akkor én szerintem megköszönöm a figyelmet, a Discord, Steam, meg Gábor csatornának a linkje az lent van a leírásban. Nézzetek fel mindenhova, kövessetek minket Discordon, valószínűleg ott leszünk a legaktívabbak, mint posztolás szempontjából. Hát akkor köszönöm a figyelmet és sziasztok!